Dr. Pintér Gábornak hívnak, a Nemzetközi Petőintézetben dolgozom, Budapesten, Budán, főiskolai tanár és főtanácsadó beosztásom. Egerben születtem, de Budapesten végeztem a tanulmányaimat, általános iskolát a Németföldi úti iskolában Budán, a gimnáziumi tanulmányokat pedig a Pirista gimnáziumban, ahol Jelenics Istvánnak és többi tanárnak is hát nagyon hálás vagyok, mint a mai napig. Itt a közösségi érzést elültették bennem, és azt is, hogy hogyan lehet vagy kell képviselni diáktársaimat az iskolában, vagy a nagyobb közösségben, mert hát viszonylag korán iskolai diákképviselő lettem. És innen nem egyenesen vezetett az utam a mai szakmámhoz, a pszichológiához, hanem először a Műszaki Egyetemre kerültem, villamosmérnöki karra, és itt villamosmérnök lettem. Közben elkezdtem a szervezetfejlesztéssel foglalkozni az egyik tanszéken, az úgynevezett híres Ladó tanszéken. Akkor már lehetett kicsit még fű alatt, de lehetett már foglalkozni szervezetfejlesztésekkel, és elkezdtem csoportos döntési előkészítő eljárásokat tanulmányozni, kifejleszteni a tanárokkal együtt, még TDK-sként, és aztán a Műszaki Egyetem elvégzése után indult egy ilyen tréneri pályafutásom, tulajdonképpen az első tréneri generációhoz tartozom, és 31 néhány éve trénerkedem, mint a mai napig. Tehát itt megint a csoport köszönt vissza. És az érdeklődésem a pszichológia felé fordult ennek következtében, és az ELTE-n elvégeztem a pszichológia szakot, szintén nappali tagozaton volt szerencsém. Itt elég erősen belástam magam a csoportok mellett, a szociálpszichológia mellett, a pszichoterápia, klinikai pszichológia világába. És diplomás pszichológusként már egyértelműen e felé szakosodtam, és hát az Orvosi Egyetemen volt, meg ma is ott van a klinikai szakpszichológus, illetve a pszichoterápiás szakvizsgás képzés, és itt szereztem a két szakvizsgámat, és hát így pszichoterapeuta lettem, és tulajdonképpen aztán a csoportokban is a pszichoterápiás ág lett az egyik az érdeklődési területemnek, de mindig megmaradt az egészségesek fejlesztése is. A szakvizsgáim megszerzésével egy időben körülbelül a Budapesti Orvosi Egyetem Pszichiátriai Klinikáján kezdtem el dolgozni belföldi tudományos ösztöndíjasként, és a tudományos témám a pszichoterápia hatékonyságának a vizsgálata volt, illetve a pszichoterápiás képzés hatékonysága. Tinger László professzornak a tanítványa voltam a pszichoterápia területén, és vele együtt végeztük azokat a kutatásokat a 80-as évek második felétől, amelyek végül is a pszichoterápia hazai mintán történő hatékonyságát igazolták, és hát ez a tudományos érdeklődésemnek az egyik része a pszichoterápia, mint tudomány, a pszichoterápia, mint egységes tudomány, és az, hogy a különböző pszichoterápiás iskolák, irányzatok mögött milyen azonosságok, milyen lényegi közös elemek húzódnak. A utam azután a dramatikus irányzatokhoz vezetett, amikor egy pszichológiai csoportban már nem csak beszélgetünk, és nem csak az empátiás kommunikációt használjuk, hanem fölkerekedünk a székünkből, és lejátsszuk az eseményeket, amelyek velünk történnek, és ez a találkozás lett a pszichodráma, ami életem egyik legmeghatározóbb élménye. Így kerültem kapcsolatba külföldi kiképzőkkel, egyenesen Moreno családjával, aki a pszichodrámát kitalálta most már immáron körülbelül 100 évvel ezelőtt, és ő már ugyan nem élt, amikor én Amerikában járhattam, de az özvegye, Zerko Moreno, aki ma 96 éves, és nagyon aktív még mindig, 20-25 éve folyamatos kapcsolatban vagyunk, barátságba is kerültünk, a család többi tagjával is egyébként, úgyhogy ő engedélyezte számunkra a Moreno név használatát, és a kis családi cégünk, a Moreno Centrum nevet viseli Budapesten. A szakmai munkámban
ezt a klasszikus tréning módszert, ami a legelső találkozásom volt a csoportpszichológiával, a személyközpontú Encounter csoportokat és a pszichodrámát ötvözve használja. Tulajdonképpen 15-20 éve dolgozom a háromnak valamilyen olyan integrált alkalmazásával, ami az elmélet egy platformhozását is jelenti, és egy olyan rugalmas módszer együttes alakult ki, amivel legkülönfélébb munkákban nagyon jól lehet haladni. És talán mondanék egy pár alkalmazást, ami a kedvenceim közé tartozik. Hát nyilván itt a pszichoterápia területe, meg mindenféle fejlesztő kommunikációs tréningek, de ez elég elterjedt ma már. Ami talán speciálisabb, és a saját munkám eredménye, egy svájci kollégám, barátommal, Jörg Burmesszerrel közösen fejlesztettük ki az úgynevezett mítoszociodráma módszerét, ami az antik görög drámának, pontosabban egy adott ország ősi történetének, akár a Kalevalának mondjuk, a mai modern alkalmazását jelenti. Az ősi történetet összefüggésbe hozzuk az adott ország, az adott lakosság, a résztvevő csoport jelenlegi történetével, és együtt paralel exponáljuk ezeket. Ezt főképp Törökországban dolgoztuk ki, az ősi görög Pergamon városában, ahol egy ősi szentélyben régi 2500 éves romok között szoktunk dolgozni, és 10-12 alkalommal ott tartottuk ezt az egyhetes nyári produkciót, de más országokban is jártunk már, és aztán összehasonlítottuk, hogy a különböző kultúrák hogyan reagálnak ugyanerre a jelenségre. A másik kedvencem a megújulási tréningek világa, ez is részben saját fejlesztés, ezzel az integrált tréning módszerrel a kiégés ellen föl lehet venni a harcot. Valóban kiégett és nagyon súlyosan kiégett személyekkel, azok csoportjaival, illetve a kiégés megelőzendő mentálhigiénés szempontból a kiégés elleni védelmet nagyon jól szolgálja ez a módszer, és ezek ilyen 3-4 napos tréningek, így lehet elképzelni, és a legkülönbözőbb szakmák, vegyesen is, de legkülönbözőbb szakmákban használtuk önállóan is, például pszichológusok, pedagógusok kiégésének a kivédésére, illetve kezelésére, pszichiátereknek tartottunk ilyen csoportokat, és ez továbbra is érdekel, hogy ezt hogyan lehet aztán tovább fejleszteni. Természetes, hogy az ember, amit tapasztal, és a tudós szemével is lát és észrevesz, azt igyekszik átadni a fiatalabbaknak, átadni a kollégáknak. Én is sokat olvasok, és sok mesterem volt, és én is szívesen tanítok egyetemeken, főiskolákon, most ezeket felesleges lenne felsorolni, akár csak a hozzájuk kapcsolódó tantárgyakat. Publikációk tekintetében, hát több száz publikációt készítettem nyilván, ezek közül néhány könyvfejezetre vagyok büszke, pszichoterápia területén különösképpen, magyar és külföldi szaklapokban is jelentek meg ezek. Egy apró dologra vagyok különösen büszke, 93-ban jelent meg a Pszichiatria Hungarica folyóiratnak egy külön száma, amit teljességében én szerkeszthettem. Amúgy is szerkesztője voltam a folyóiratnak, de hogy ez az én önálló munkám volt a pszichoterápiás irányzatokról. Ez volt az első olyan megjelent munka, ami a pszichoterápiás hazai iskolákat összehasonlította, egymás mellé állította egy nagyjából azonos kérdéssorral a legnevesebb szakembereket megszólítva, és ez aztán a szakképzésnek már közel 20 éve egy ilyen alapmunkája volt. Aztán mások írtak jeles könyveket, és én magam is több könyvfejezetet mindenféle LT-hez, SOT-hez kapcsolódó tankönyvekben és szakképzések tankönyveiben. Önálló munkám Gárolán tanítványommal közösen a Training Csoportok című könyv, ami tavaly jelent meg egy EU-s trénerképző program keretében. Ebben írtam le arra,
tréning modellt, amiről az előbb már beszéltem, ami a három alapirányzatnak az integrációját kísérli meg, és mindhárom módszerről külön-külön is, és az integrációkról is be tudtam számolni kellő terjedelemben. A pszichológiában nem nehéz sok tudományos társaság tagjának lenni, hiszen olyan szertágazó a tudományunk, és ezt szeretem benne különösképpen. De amit kiemelnék, az talán az, hogy vannak olyan szakmai szervezetek, amelyek előbbre viszik a pszichológia és pszichoterápia jelenlegi helyzetét, és itt egy jó 20 év munkám van a klinikai pszichológiai szakmai kollégiumban, illetve a pszichoterápiás tanácsban, amelyet a pszichoterápiás irányzatok képviselői, egyesületek elnökei és az egyetemek képviselői alkotnak. Ami saját szervező tevékenységem volt a 80-as években, és ma is működik és fontos, ez a Személyközpontú Pszichoterápiás Egyesületnek a létrehozása. Tringer László úttörő munkája nyomán én az első magcsoportban, mint tanítvány vettem részt, de aztán már együtt dolgoztunk a módszer hazai adaptálásán, továbbfejlesztésen, és az egyesület létrehozása az egy jelentős lépés volt. Később a Pszichodráma Egyesület elnökeként tevékenykedtem, és mind a mai napig, most már 20. 22. éve vezetőségi tagként. És a Magyarország képviseletét ebben a két irányzatban nagyon hossz ideig elláttam, a személyközpontiét a megalakulás után körülbelül 10 évig, és azóta pedig a pszichodrámát képviselem a világban, illetve a hazai pszichodráma színeket. Az Európai Pszichodráma Szövetség egyik kitalálója, megalakítója, alapító tagja vagyok, és ez nagyon fontos, mert a csoportpszichoterápiának a legerősebb vonulata ma ez Európában, és a Brüsszelhez is valahogyan áttételesen kapcsolódik. Talán ezek, amiket most kiemelnék a tagságok világából. Ha a díjakban gondolkozom, akkor eszembe jut az Olá Gusztáv díj emlékérem, ami Magyar Pszichiátriai Társaságnak, tehát az orvosi társaságnak az elismerése, és ezt én nyerhettem el a 90-es évek közepén a már említett pszichoterápiás hatékonyságvizsgálattal, illetve annak a dokumentált megjelentetésével. De talán ennél büszkébb vagyok arra, hogy az egyetemeken, főiskolákon hát valóban tanári munkám van, és tanári szinten tudok dolgozni. Nyilván a kandidátusi fokozat, tudományos minősítés is lehetővé teszi ezt. Viszonylag korán, most majd 20 éve kaptam főiskolai tanári kinevezést, amely lehetővé tette a tanszékvezetői működést, és azt, hogy viszonylag független oktatóként dolgozhassak több felsőoktatási intézményben is, és mindez szabadságot ad a kutatásra, a gondolkodás szabadságát, és mindazt, amit pszichológusként a praxisban végezni tudom. Talán érdemes a családi életről is egy kevés szót ejteni. Én azt gondolom, hogy a szakmai munkám és a családi élet, illetve a baráti kör és a közösség, ez összekapcsolódik az én esetemben, mert mindenben a közösség, az együttes élmény a legfontosabb a számomra. Nagyon sok időt fordítok a családomra. 3 nagy gyermekem van az első házasságomból. Ádám, most már 23 éves, Anna 21 éves egyetemisták, és Ábel, aki még a gimnázium padjaiban ül, őről még nem tudjuk, hogy milyen irányban fog majd tovább menni tanulni, de mind a hármukra nagyon büszke vagyok. Második feleségemmel, Barbarával egy 2 éves kisfiunk van, Márton Marci, aki frissen és jó egészségben tart engem, mert nagyon sokat kirándulunk, túrázunk, a nagyobbak most már kevésbé igénylik az apai folyamatos jelenlétet, hiszen a barátaikkal mennek sportolni, bulizni, kirándulni, de sokszor jönnek velünk a kicsivel együtt, és kerékpározunk,
mindenfelé járunk, főleg Magyarországon. Magyarország minden zugát szeretném bejárni, és jó néhány év eltelt már az életemből, de még nem érzem, hogy egyáltalán a felét be tudtam volna fogni annak a szépségnek, amit itt találhatunk. Úgyhogy külföldre nem vágyom oda, csak szakmai feladataim visznek évente néhányszor. Viszont majdnem minden hétvégén valahol a természetben lehetne találkozni velem.